Előrehozott választások lesznek márciusban Szlovákiában, miután megbukott a jobbközép szlovák kormány. A pozsonyi parlament ugyanis nem szavazta meg a kibővített európai mentőalapban való szlovák részvételt, amit a kormány elleni bizalmi szavazással is összekötöttek. Robert Fico, az ellenzéki Smer vezetője azt ígérte, hogy miután már biztos, hogy előrehozott választások lesznek, a szlovák parlamentben még ezen a héten ratifikálják a mentőalapot. A kormány bukására ébredt Pozsony, miután a szlovák parlament az euróövezeti tagországokban egyedüliként nem szavazta meg Szlovákia részvételét a bajba került országok megmentésére létrehozott uniós alapban. A szlovák közvélemény egyébként ellenzi, hogy a szegényebb Szlovákia mentse meg például Görögországot. Nem értek egyet a vég nélküli pénzadással. Mi akkor sem tudjuk megmenteni Európát, ha 7 nappal téve dolgozunk, vélekedett egy pozsonyi építész. A szlovák parlamentben a mentőalap a koalíció egyik tagja, a Szabadság és Szolidaritás liberális párt ellenállásán feneklett meg. Hiába érvelt azzal Iveta Radičová miniszterelnök, hogy csak együttműködéssel és partnerséggel lehet átvészelni az uniós válságot, kormánya elbukta a bizalmi szavazást. A parlamenten kívüli magyar párt elnöke szerint ennek ellenére még ezen a héten átvihetik Pozsonyban a mentőcsomagot. A kérdés, hogy ezért milyen árat kér a Robert Fico vezette ellenzéki Smer. Jövő év első felében lehetnének előrehozott választások, addig pedig valamilyen átmeneti kormány vezetni az országot. Én úgy gondolom, hogy esélye van annak, hogy egy ilyen átmeneti megoldás után a Smer megszavazza az európai mentőcsomagot. A híradónk által megkérdezett szakértő szerint a szavazás kimenetele nehéz helyzetbe hozta Szlovákiát és az Európai Uniót is. De arról szó sincs, hogy Szlovákia kilép az euróövezetből. Legalább olyan erős benne a pillanatban szerintem az Európai Unióban az az irányvonal, tehát az euróövezetben az az irányvonal, hogy Szlovákia nélkül megoldják, mint ahogy az, hogy megpróbálják Szlovákiát arra rávenni, hogy próbálják meg elfogadni a szlovákiai rész hozzájárulást. Fitch Ratings szerint a szlovák parlamenti szavazás kudarca is jelzi, hogy rövid időn belül nem lehet megoldani a valutaunió adósságválságát. A hitelminősítő úgy véli, részleges költségvetési unióval elejét lehet venni az euróövezet felbomlásának.